109 éve történt a Limanovai csata, ahol az osztrák-magyar csapatok megállították a Krakkóba áttörni készülő orosz gőzhengert. A lengyelek a mai napig nagy jelentőséget tulajdonítanak a győzelemnek, hiszen úgy tartják, a magyar huszárok mentették meg őket az orosz uralomtól. A történészek a csatát elfeledetnek is hívják, ezzel nem szeretett volna tenni Lackó Gábor, az iskola igazgatója. A történelem hiteles megismertetése és a gyerekek általi megismerése nélkül igaziból nem lehet jól egy felnőtté nevelni őket, és igaziból hazafit se lehet belőlük nevelni. És ugye nem kell mondani, hogy körülnézünk a világban, szinte minden mozgásban van, háború zajlik tőlünk keletre, tehát nagyon fontos az, hogy legyen identitástudatuk. Az intézményvezető hozzátette, a kiállítás létrejöttének két nagyon fontos kulcsfigurája volt, Laufer Tamás, az Alba Innovár vezetője, aki a terepasztalon lévő figurák 3D-s nyomtatásában nyújtott segítséget, illetve Bence Tamás első világháborús hagyományőrző a kiállítás hitelességét segítette elő. Olyan segítséget kaptunk, mondhatnám, hogy ez olyan volt, mint egy mese, tehát hogy a legkisebb gyerek elindult szerencsét próbán, és mindig valaki utat mutatott neki, és a végén elkészült a terepasztal, benépesült katonákkal, amiknek a felét már mi magunk készítettük, és a végén érkeztek a felajánlások, eredeti replika, korabeli fegyverek és tárgyak. A diákok korhű ruházatba bújva egy kisebb bemutatót is tartottak, és igazi huszárokkal is találkozhattak. A tárlatot Varga Tamás honvédelmi miniszter helyettes nyitotta meg, aki kiemelte, büszkének kell lenni a ma és a régmúlt katonáira is, a történelmünket pedig nem szabad elfeledni.